Köszöntöm a nézőket, ez itt az Öt Karika, a Pannon televízió sportműsora, amelyben a Riói Olimpia legaktuálisabb sporteseményeivel foglalkozunk, és amint megszokták, minden nap délután 5 órakor jelentkezünk a Pannon televízió képernyőjén, azonban nem csak a televízióban, hanem az interneten is tudnak minket követni, egészen pontosan az Öt Karika Facebook profilján, amit ugye érdemes lájkolni és követni, mert aki szeretne részt venni nyereményjátékunkban, és ha tudja a helyes választ, akkor ide, tehát a Facebook profilunkra üzenetek formájában küldje el, most pedig akkor nézzük meg, hogy mit is lehet nálunk nyerni, és hogy mi a mai kérdésünk. A Riói nyári olimpia alatt nézze az Öt Karikát és nyerjen minden nap bögrét, sapkát, vagy vigye haza heti nyereményeinket az Europetrol töltőállomás 31 liter üzemanyag vásárlására szóló utalványát. Mai kérdésünk így szól. Hány sportág szerepel a Riói olimpián? A. 28. B. 38. A helyes válaszokat az Öt Karika Facebook profilján üzenetek formájában várjuk. Vannak új sportágak is, és régiek is az olimpia programján. Nem volt olyan nehéz a kérdésünk, biztosan sokan tudják a választ. Most pedig köszöntöm a stúdióban mai két vendégünket, Ladóczky Csabát és Józsa Lászlót, korábbi vízilabdázókat. Egy nagyon sikeres nap után vagyunk, illetve ma hajnalban újabb érmeket nyert a magyar csapat. Ki volt a legfényesebb, illetve melyiknek örülhettünk a legjobban? Hát én, ahogy követtem az eseményeket, úszásba lett ugye egy ezüstérem, vagy kettő, mert ugye a Cselászló nagyon furcsa körülmények között csaptak be, majdnem, hogy lehetetlen, hogy hárma ugyanabban az idővel értek be a célba, és három ezüstérmet osztottak. Hát de így volt, tehát az időt így mérték, úgyhogy ez... Igen, ez, akkor itt két ezüstérem van, ahogy említette. Három ezüstérem, igen. Igen, abban a számban, de két magyar ezüst. Az egyik a hosszú Katinkája, a másik a Cselacié. Nevezhetjük-e az egyiket csalódásnak, a másikat sikernek? Én szerintem mind a kettő siker, szerintem. Mert hát ezt nem lehet kiszámolni, hogy utolsó pillanatban, hogy ez a szingapúri fiatalember, hogy én tudom, ő csapott be egy nagyon kevéssel előbb, úgyhogy... Hát szerencséje volt. Igen, erről a szingapúri fiatalemberről lesz még szó. László, ön hogyan látta a hajnali eseményeket? Ugye nem csak úszásban, hanem atlétikában is lett egy magyar bronzérem. Mennyire sikeres, számíthattunk-e még atlétikában magyar éremre? Ez egy valóban komoly meglepetés, mert évtizedek óta, ha jól emlékszem az olvasott adatra, azt hiszem, hogy 40 éve nem volt magyar érem női atlétikai számokban, úgyhogy ez egy komoly dolog. Visszatérve viszont arra a kérdésre, hogy az úszás ezüstérmek és mondjuk hosszú Katinka ezüstérme csalódása véletlenül sem. Tehát úszásban, a mérhető sportokban olyan kiélezett a mezőny, olyan szűkre méretezett előnyök, hátrányok alakulnak ki, hogy itt már csak azt lehet kommentálni, hogy mit látott az ember, hogy mi történhetett azon az utolsó 3-4 méteren. Én azt láttam, hogy most első és egyedüli alkalommal hosszú Katinka esetében begörcsölt. Tehát blokkolta a szervezete, az izomzata, és azon az utolsó 3-4 méteren egy olyan hátrányba is került, amit nem tudom, kik vettek észre, közel került a pályákat elválasztó kötélhez, ami azt jelenti, hogy meghosszabbította a saját úszási útvonalát, hiszen az eszményi középvonalától a pályának eltért, és valószínű, hogy itt is veszített 1-2 századot. Ennyi siker után ennyi bal szerencsét nyugodtan el lehet fogadni, és örömmel fogadni azt, hogy van egy ezüstérme is. Így van, tehát összességében nagy siker volt a magyarok részéről az úszó sportág. Mondjuk el a tévénézőknek, hogy önök nem csak vízilabda szakértőként jöttek ide a műsorban, hanem igazi sportemberként, ugyanis nem sokkal ezelőtt a magyar kanizsai úszó maratonon is részt vettek. Na most itt egy érdekes kérdés, hogy sokan panaszkodnak a brazíliai vízre, melyik a tisztább önök szerint, a Tisza vize, vagy pedig Brazíliában, ahol sportolnak a sportok? Egy rövid válasz. Hát mivel hogy Brazíliában mi nem jártunk, úgy csak televízión keresztül és a hírekből értesülünk erről, a Tisza víz ez tiszta és megfelelő az úszásra, és nagyon jól éreztük magunkat a vízbe. És milyen eredményt sikerült elérni? Tisztest. A korcsoportunkban Csaba negyedik lett, én hatodik, de mivel én korcsoportot fogok ugrani, én optimista vagyok, és jövőre úgy gondolom a második helyet sikerül majd megfognom. Nos, hát akkor gratulálok, és nézzük meg, hogy a magyar, illetve a szerb sportolók közül kinek tudunk gratulálni.
A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka 200 háton ezúttal ezüstöt szerzett Rióban. A magyar úszó mindössze 600-addal maradt el a számot megnyerő amerikai Maya Di Rado győztes idejétől. Cseh László is az ezüstöt érő helyet csípt el, amelynek különlegessége, hogy a dobogó második fokát a 22-szeres olimpiai bajnok amerikai Michael Phelps-szel és a dél-afrikai Chadley Clossal is meg kellett osztania, hiszen mindhárman ugyanazt az időt úszták. A 100 méter pillangót pedig az a szingapúri Joseph Schooling nyerte, aki 8 évvel ezelőtt még kisgyerekként fényképezkedett le a már akkor is szupersztár Phelps mellett. Kapás Boglárka szurkolói is örülhettek, hiszen a magyar lány bronzérmet nyert 800 méter gyorsúszásban. A magyaroknak atlétikában is megszületett az első érem, miután Márton Anita új országos csúcsot jelentő 19 méter 87 centis dobásával bronzérmet szerzett súlylökésben. A magyar férfi pólósok után a szerbek is megtörték a jeget a riói olimpián. Dejan Savić együttese két döntetlen és egy vereség után kissé nehézkesen, de végül 10-8-ra két várra fektette a korántsem kispályás Ausztráliát. A szerb pólósok a csoport utolsó fordulójában Japán ellen biztosíthatják be a továbbjutást. A szerb női és férfi kosárlabda csapat is jól játszott a riói olimpia pénteki versenynapján. A hölgyek szinte már fél lábbal a negyed döntőben vannak, miután 80-72 arányban legyőzték Kína legjobbjait. Az Európa-bajnoki címvédő szerb lányok a csoport utolsó mérkőzésén az eddig nyeretlen Szenegál ellen biztosíthatják be a továbbjutást. A férfi kosarasok a Dream Teamnek is nevezett világ és olimpiai bajnoki címvédő Egyesült Államokkal játszottak nagyon jó iramú és izgalmas mérkőzést, amely kis híján hosszabbításba torkolt. Milos Teodosic és társai azonban 94-91-re alul maradtak az olimpiákon 10 éve veretlen ellenfelükkel szemben. A szerb kosarasok a csoport utolsó fordulójában Kína ellen tehetik biztossá a továbbjutást. Sikeres napot zártak tehát a magyar és a szerb szurkolók, de mielőtt ezeknek az elemzésébe belekezdenénk, megmutatjuk még egyszer, hogy mi a mai kérdésünk, aki esetleg a műsor elején erről lemaradt volna. Most a mai kérdésünk így szól: hány sportág szerepel a riói olimpián? A 28 vagy pedig B 38, aki tudja a helyes választ, az az Ötkarika a Facebook profiljára üzenet formájában küldje el, és a műsor végén persze kiderül, hogy ki is nyer ma velünk. Most pedig akkor térjünk át rögtön a vízilabdára, ha már két vízilabda szakemberünk van itt a stúdióban. Sikerült a szerbeknek is megtörni az átkot, illetve a jeget Brazíliában. Nyerni tudtak Ausztrália ellen. Mennyire erős ez az ausztrál csapat, mennyire volt nehéz ez a győzelem, László? Ez a közhiedelem ellentétben ez egy erős csapat. Néhány játékosuk Európában, európai csapatokban játszik. Az Aaron Young az megjárta a Partizánt, megjárt magyar csapatokat is, tehát iskolázott játékosokról van szó, akik egyébként hihetetlenül jól úsznak, és a fizikai erőnlétük, tehát a fizikai erejük meglepően magas szinten van. Ugye ezt láthattuk a magyarok ellen is, amikor döntetlent játszottak. Pontosan, és bizony minden válogatottnak borsot tudnak törni az orra alá. Viszont végre a szerb játékosok megtalálták önmagukat időnként. Szeretném jelezni, hogy ezen a mérkőzésen is volt egy olyan negyed, amikor bizony az ausztrálok lőttek több gólt, tehát nagyon nehéz dolga volt a szerb válogatottnak, nagy nehezen fegyelmezték magukat, és az időnként mutatott fegyelmezetlen támadó és egy kicsit kevésbé fegyelmezetlen védő játék után koncentráltabban játszottak, és ez hozta meg az eredményt, és tulajdonképpen az előző meccseken én úgy érzem, hogy pontosan a koncentráció hiánya volt a legnagyobb probléma. Csaba bizonyára ön is nézte ezt a mérkőzést. Három mérkőzés után sikerült először nyerni Szerbiának. Hol volt a hiba? Sokan mondják, hogy kapust kellett volna cserélni, de az edző bízik az első számú hálóőrben. Ön miben változtatna a taktikán? Miben lehet a hiba? Hát szerintem az a szerb válogatott, úgy mint a magyar is, a mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban játszanak. Az olimpiai torna az elég hosszú is, nagyon furcsa eredmények születnek, tehát nem lehet megjósolni előre, hogy milyen eredmények lesznek, habár most, ahogy alakul a vége, az utolsó fordulónál itt már lassan most már
látszik, hogy ki fog továbbjutni, ki nem fog továbbjutni. Ez a kapuscsere, hát én nem ott láttam a gondot, hanem ahogy a Laco is, ahogy mondta, ez a fegyelmezetlen játék, tehát ez nagyon sok gólt kapott ez a szerb csapat. Ez a könnyen fogja, balkáni mentalitás, máskor egy egész tornát. A balkáni mentalitás benne volt ebben a játékban, habár előtte a világbajnokságon, Európa-bajnokságon ez nem látszódott, mert nagyon fegyelmezetten játszanak, és a Szávics egy jó edző, és ő szerintem össze fogja boronálni ezt a csapatot, úgyhogy itt én azt várom, hogy ők tovább jutnak a következő fordulóba is. A magyar csapat az pedig most ugye a Brazília ellen azt nyerni kell mindenféleképpen, hogy utána biztos továbbjutó legyen. Aztán, hogy kivel fognak összekerülni, teljesen mindegy. A másik csoportban négy olyan csapat van, aki bárkit megverhet. Tehát itt ez teljesen egyformák. Itt hajszálon fog múlni az eredmény, hogy és persze játékvezetésén. Mert megemlítettem előtte, és mikor szerepeltem itt önöknél, hogy a játékvezetés, tehát ez a vízilabdában itt valamit nagyon változtatni kéne, mert mi vízilabdások nézzük a televízión a közvetítést, és nem értjük, hogy miről van szó. Akkor az a néző hogy értse meg, aki nem is vízilabdázott egyáltalán. Tehát ezért nem annyira attraktív és érdekes a vízilabda. Na most még itt a vízilabdán maradva egy-egy rövid kérdés. Ugye Japánnal játszanak, akinek még nincsen győzelme, de láttuk, hogy például a görögöket is nagyon megizasztották. Mire lehet számítani itt a szerbek-japánok mérkőzésén? Én úgy gondolom, hogy ha sikerül a szerb válogatottnak a klasszikus európai játékmodort, azaz a centereken keresztül történő játékot alkalmazni, akkor nem nagyon lehet itten kérdéses, hogy mi van. A japánok nagyon jól úsznak. Teljesen más felfogásban játszanak. A centert gyakorlatilag kikapcsolják, rengeteg úszással teremtenek helyzetet és próbálnak kapura lőni. A magyar csapatnak ez sikerült megfékeznie, tehát recept van rá, és én meg vagyok róla győződve, hogy a szerb csapatnak ez nem jelenthet komoly akadályt. Természetesen rögtön meg is harapom a nyelvemet, mert azt hittem, hogy a szerb csapat nem fog mérkőzést veszíteni Brazília ellen. Tévedtem, amit férfiasan be kell ismernem. Igen, hát az a brazil csapat sok játékot úgymond honosított. Akkor most az úszásról már beszéltünk korábban, térjünk át akkor a további csapat sportágokra, itt a kosárlabdát. Tegnap nagyon izgalmas meccset játszott Szerbia és az Egyesült Államok, ugye a világbajnoki döntő ismétlődött meg. Csaba, ön hogyan látja ennek a szerbiai csapatnak, ugye még egy mérkőzése van Kína ellen. Nyerni fognak itt biztosan, hogy tovább fognak jutni, de aztán mi történhet itt a torna további részében? Ezek a csoportmérkőzések, ezek úgymond ilyen bemelegítő mérkőzések, mert ez jó verseny kiírás, tehát utána kiesésre megy már, ott már nem lehet kalkulálni, tehát ki kivel, vagy egy mérkőzést rosszul játszok, a másikat jól játszok, tehát itt akkor kiesésre megy, itt muszáj jól játszani, akkor tovább szeretnek jutni. Na most ez a szerb válogatott, ez elég erős, látok a tegnapi mérkőzésen, mert az amerikai, ugye ezek az NBA profi játékosok, ezek tudják a kosárlabdának az összes, tehát az ABC-t. Igen, aki tegnap látta a mérkőzést, az azért néha meg is lepődhetett, volt olyan pillanat, hogy a szerbek eldugták a labdát elő. Igen, és a végén egy kis szerencsém volt a hosszabbítás, mert ott a hármas bedobja a végén ez a szerb játékos, akkor hosszabbítás. A hosszabbításban meg minden megtörténhet. És az amerikai csapat, ez nem az amerikai csapat, aki előtte szerepelt az olimpiákon, mert láttuk, hogy az ausztrálok is elég megszorították őket. De kosárlabdában ugye nem csak a férfiak, hanem a hölgyek is nagyon erősek, ugye Európa bajnoki címvédőkről van szó. Őnekik mennyi esélyük lehet érmet hozni Szerbiába, ugye még továbbra is várni kell erre, hogy valaki nyerjen érmet. Igen, hát azért hagyományosan itt ebben az országban az elvárások elsősorban a csapatsportokra irányulnak. Női sporttal kapcsolatban én csak odáig merészkednék a jóslatokban, vagy a helyzetértékelésben, hogy a női sport az mindig egy néhány nagyságrenddel kiszámíthatatlanabb eredmény tekintetében, mint a férfi sport. Ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy a pillanatnyi inspiráció fogja minden egyes mérkőzésen eldönteni azt, hogy melyik válogatott tud majd jobban oda koncentrálni és tovább lépni. Ebből kifolyólag én egész egyszerűen nem vagyok bátor arra, hogy a női kosárlabda csapat esélyeit latolgassam. Most meglátjuk majd, hogy mire mennek a csapatsportokban a szerbek és a magyarok, de most nézzük meg, hogy a mai napon mi vár még ránk az olimpián.
A négy magyar érmet hozó versenynap után viszonylag csendes folytatás lesz szombaton az olimpián magyar és szerb szempontból is. Atlétika, vitorlázás, vízilabda, evezés és tollaslabda. Erről szól majd a magyar olimpikonok szombati napja a riói olimpián. Az úszóprogram magyar szereplő nélkül zárul, de előtte érdemes lesz a medencére figyelni, hiszen a női vízilabda válogatott 18 órakor az Egyesült Államokkal találkozik. A nyílt vízen Berett Zsombor a harmadik helyről folytatja vitorlázás finn szakágának küzdelem sorozatát 18 órától. De Érdi Mária vitorlázó is szintén ebben az időpontban kezdi meg a versenyt a női lézer radial 5. napján. Az atlétika stadionban a magyar hétpróbázók Zsivocki Farkas Györgyi és Krizsán Xenia délután kezdik és hajnalban fejezik be a versenyt. Este 6-tól jönnek a női pólósok, akik a spanyolok elleni vereség után az amerikaiak ellen játszanak egy nem könnyű meccset. 21:45-kor a tollaslabdázó Sárosi Laura játssza a második meccsét az olimpián. Az izgalmas pénteki nap után, amely a szerb olimpiai csapat szereplését jellemezte tegnap délutántól egészen ma hajnali 5 óráig, a szombat talán a legeseménytelenebb, ami az eddigi napokat illeti. Az esti programban egyetlen szerb versenyző sem érdekelt. A tegnapi naphoz viszonyítva a mai tehát nem lesz egy sűrű verseny, és akkor a nézőknek pedig megköszönöm, hogy játszottak velünk, sokan tudták a helyes választ, és nem sokára kiderül majd, hogy ki is nyer. Most pedig akkor kezdjük a legaktuálisabbal, nem sokára a műsor után 6 órakor ugranak medencébe a magyar hölgyek, amerikai Egyesült Államok az ellenfél. Mennyire lesz ez nehéz mérkőzés? Ugye a magyar csapatnak egy győzelme és egy veresége van. Csaba, hogyan látja? Hát a hölgyeknél az minden mérkőzés nehéz. Mint hogy a világ egyik legjobb edzője, női edzője, ugye komoly érmeket nyert, meg helyezéseket, Faragó olimpiai bajnok, vízilabdázó, ő edzette a hölgyeket jó pár év ezelőtt, azt mondja, a hölgyeknél minden lehetséges, tehát győzhetnek is, de is ki is kaphatnak. Az is a pillanatnyi napi, tehát az függ, a csapat hogy van ráhangolva, és hogy fognak játszani. Hát minden lehetséges. Amerika az egy elég kemény ellenfél, Egyesült Államok, de hát itt minden ellenfél nehéz már az olimpián. Most mennyire van kiegyensúlyozva a női mezőny? Említettük, hogy a férfiaknál a kisebb országok is fölzárkóztak a nagyok mellé, Magyarország, Horvátország, Montenegro, Szerbia mellé, a görögök, ausztrálok. Na most a másik csoportban ki az, akit el kéne kerülni? Ugye a másik csoportban, az A csoportban ott van Olaszország, Oroszország, Ausztrália, Brazília. Ki az, aki semmiféleképpen nem lenne jó a magyaroknak, ellenfélnek? Én úgy gondolom, hogy Olaszország semmiféleképpen nem lenne jó. Olaszországban zajlik a legerősebb európai nemzeti bajnokság, a liga. Akit viszont jó volna talán eltalálni, az a Brazília, aki a vendéglátó jogán, tehát selejtezők nélkül került be az olimpiai tornára. Úgyhogy ez a két extrémum, de nagy valószínűséggel azért a brazilokat kénytelen-kelletlen el fogja kerülni a magyar válogatott a csoporton belüli mérsékeltebb helyezés, mérsékeltebb eredményesség következtében. Most akkor még a vízilabdánál maradva, most nézzük a nők mezőnyét, ki az, aki itt esélyes az aranyra, illetve a magyaroknak mekkora esélye van erre? Ugye tudjuk, hogy Európa bajnoki csapatról van szó. Várhatunk-e tőlük érmet itt, Csaba? Hát várhatunk érmet mindenféleképpen, de hát mondom, a hölgyeknél az nagyon nehéz megjósolni. Egyesült Államok ugye címvédők, ahogy én tudom, Olaszország erős, Oroszország is erős, hát itt mondom, itt talán Brazílián kívül a több az mind erős ellenfél. Lasszony, kitől várna aranyérmet, illetve a magyaroktól milyen helyezést vár? Én nagyon elégedett, tehát azt hiszem, hogy minden várakozásom túlmutatna, hogyha döntőbe sikerülne bevéjaskodnia magát a magyar válogatott. Azt hiszem, hogy a realitás az valahol a bronzérem környékén van. De ha sikerülne aranyra váltani, illetve megismételni azt a meglepetés sikert, amit a januári belgrádi Európa-bajnokságon hozott a válogatott, ez egy hihetetlen jó dolog volna. Tudni kell, hogy Magyarországon a női vízilabdát az utóbbi két évtizedben valóban komolyan veszik. Komoly szakemberek váltogatták egymást a szövetségi kapitányi poszton,
és úgy tűnik, hogy a jelenlegi személyi megoldás az, amely a leginkább össze tudta boronálni azt a játéktudást, amit a lányok mutatnak. Úgyhogy valószínű, hogy nem alaptalan az optimizmus, hogyha a női válogatottól elvárható esélyeket nézegetjük. Bízunk tehát a hölgyek jó szereplésében, akik 6 órától szállnak majd medencébe az Amerikai Egyesült Államok válogatottja ellen. Most pedig megmutatjuk még egyszer a nézőknek, hogy mit is lehetett nálunk nyerni. A riói nyári olimpia alatt nézze az ötkarikát és nyerjen minden nap bögrét, sapkát, vagy vigye haza heti nyereményeinket az Európetrol töltőállomás 31 liter üzemanyag vásárlására szóló utalványát. Nézze a műsort, kövesse Facebook oldalunkat és nyerjen az ötkarikával! Mai kérdésünk az volt, hogy hány sportág szerepel a riói olimpián. Nos, a helyes válasz az A volt, tehát 28, sokan tudták a helyes megfejtést. A mai nyertesek pedig Bálint Zsolt, ő ötkarikás bögrét nyert, a másik pedig Bese Tímea, ő ötkarikás sapkát nyert, nekik gratulálunk. A nyereményeket hétköznaponként reggel 8-tól délután 4-ig vetik át személyesen a Pannon Marketingben. Önöknek pedig köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba, akkor 6 órától szorítunk a magyar hölgyeknek, várjuk még önöket a következő adásokba is. A nézőknek is jó szurkolást kívánok, holnap is lesz olimpia, jön az ötkarika, 5 órától a Pannon képernyőjén, további szép napot!